Nagyon sok szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent kedves vendégeket, kedves szülőket, kedves felkészítő pedagógusokat, kedves pályázó gyerekeket, és külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Pánti Ildikó iskolán nyugdíjas igazgatóját. Köszönöm szépen! Akinek az igazgatósága alatt indult el a helytörténeti pályázat. Ugyancsak külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Kasuba Jánosnét, Vera nénit, aki iskolán nyugdíjas osztályosa, és annak idején ő volt a megálmodója a helytörténeti pályázatoknak. És szeretettel köszöntöm Rapi Lajosné, nyugdíjas kolléganőket, aki a helytörténeti pályázatoknak a másik értékelő zsűrije volt, hiszen az egyik értékelő zsűri évek óta Vera néni, a másik pedig az idén Lenke néni volt. Mielőtt sor kerülne az eredményhirdetésre, és én itt köszöntöttem a kedves vendégeket szóban, szeretném megkérni Bukszár Éva kolléganőmet, ének kántorszakos tanárnőt, aki köszöntse középkori énekekkel a jelenlévőket. Gyertek, gyertek, nos, a járjunk táncot, szóljon vígan öröménekünk. Két szép szemednek lángja, oly kéklő, mint az ég, és hangot látsz a vára, száz dallal zeng a rég. Jöjj, énekelj velem, kislánkám kedvesem, jöjj, énekelj velem, kislánykám kedvesem. Édes Zsuzsám, szívem kedvese, hallott hív az ének, csengőn, bongon szól a vígzene, hadd táncoljak véled. Jöjj, jó, jöjj ide, édes párom, nótánk hangja ma messze szálljon, oly szép így ez az élet. Jöjj, jó, jöjj ide, édes párom, nótánk hangja ma messze szálljon, oly szép így ez az élet. Cimbalmom, de vígan pengeti búga, mögő húrja, mészt a másik kedvet ad neki cifra a sípját fújva. El nem fárad a táncos lábad, látom most oda szépből járod, mindig újra meg újra. El nem fárad a táncos lábad, látom most oda szépből járod, mindig újra meg újra. A Györfi Napok rendezvény sorozatnak lassan a végére érünk. A Györfi Napokat évek óta Györfi István születésének az időpontjára tervezzük, hiszen Györfi István 1884. február 11-én született itt Karcagon. Az ő emlékére készítette Kovácsné Kun Eszter, történelem szakos kolléganőnk, a háttérben látható összeállítást az életéről és munkásságáról. A központi ünnepségen már megemlékeztünk Györfi István életéről, most azonban pillantsunk fel a gyerekkoráról egy rövidke kis részt, hiszen Györfi István is ugyanúgy, mint ahogy ti, nem nagyon szeretett iskolába járni, és tudjátok azt, hogy amikor az első botlása bekövetkezett, akkor bizony a szigorú apa kivette őt az iskolából, és paraszti munkára fogta. Erről a paraszti munkai tevékenységéről mond nekünk rövid ismertetőt Molnár Petra, 7. B-osztályos tanulónk, ki és Gyula így emlékezett halálakor Györfi Istvánra. Györfi István az élet nevelte tudósnak. Ifjú korában nyughatatlan, szinte kóborló diák volt. Az volt egyetemi tanár korában is. Műveiben is összefolyik a közvetlen tapasztalat és a tudósi vizsgálódás. Előttem fekszik vaskos, terjedelemre legnagyobb könyve, melyet a magyar népi hímzésekről, a cifra szűrről írt. Bámulva nézem a rengeteg adathalmazt, a szorgos tudósi munkát, a töménytelen pontos rajzot és színes ábrát. Micsoda feladat volt mindezt összegyűjteni, lemásolni, rendszerbe foglalni. Véletlenül tudom, hogy a becsöcskönyvet nem csak írta, hanem majdnem ő nyomtatta is, sokat adott arra, hogy a szűrök színes díszeinek ábrái pontosak legyenek. Új nyomda technikai eljárás talált ki hát erre, ehhez is értett. Az ábrákat maga rajzolta kőre, mert kitűnő rajzoló is volt. És olyan jó térképkészítő, akár egy mérnök.
hogy miért értett oly bámulatosan sokat a szőrkészítés minden csínya bínyához, a tudományos szöveg egyik odavetett mellékmondatában lelem meg a feleletet. Mert Szőrszabó is volt, Szőrszabó családból származott. Karcagon volt apja Szőrszabó, de amikor ennek a mesterségnek alkonyulni kezdett, gazdálkodásba fogott. Előbb a féle fuvarozó kubikus lett, aztán tányát bérelt, egyszerre kettőt is. Télire az állatok mellé az akkor már serdülő diákfiát verte ki, abba hagyatta vele az iskolát. A fiú jól megismerte a tanyai rideg gazdálkodást, de szerencsére nem bírta. Jobban mondva, az állatok nem bírták az ő gazdálkodását, a négy ló közül kettő megdöglött. Még egyetemi tanárkorában is mosolyogva mesélte a hajdani gazda, hogyan nyúzta meg ő maga a két lovat, s hogyan gyalogott fel Karcagról Késmárkra, hogy saját erejéből mégis inkább a tanulást álljon. Tanárnak készült földrajz és természetrajz szakosnak. Ösztöne jó irányba vitte. Ezen a területen átjuthatott legközelebb a népi élet tanulmányozásához is. A Kolozsvári Egyetemre iratkozott be. Mert egyetemi hallgató korában bebarangolta egész Erdélyt, elment a Molvai Csángókhoz is. Útközben valóságos kis múzeumot gyűjtött össze a népi munka érdekesebb eszközeiből, a régi magyar élet díszeiből és tárgyaiból. Köszönöm szépen Molnár Petrának az ismertetőt, és köszönöm szépen felkészítő tanárának, Posztósné Gyarmati Éva tanárnőnek is a segítségét. És akkor most már valóban az következik, amiért idejöttetek, az eredményhirdetés. A szakmai zsűrit az előbb már bemutattam, én Kasubányi Veronénit szeretném megkérni, hogy szóljon a pályázó gyerekekhez néhány gondolatban. Kedves pályázó gyerekek, kedves felkészítő pedagógusok és kedves szülők, nagyszülők! A kereszténység az megtartó erő. Olvastam valahol egy tudós pap költőnek a könyvében. Különösen örültünk, és szeretettel gratulálunk, hogy ilyen szép témát választott most az iskola a helytörténeti pályázatoknak. Hiszen még ez a téma nem szerepelt a Györfi Katolikus Iskola, illetve előtt a Györfi Iskola helytörténeti pályázatai között. Szeretném azt is elmondani nektek, hiszen ti még most olyan fiatalok vagytok, hogy 23 ezelőtt, ahogy igazgatóasszony utalt rá, kezdődött el ez a helytörténeti tevékenység, és különböző témakörökben az iskola mindig meghirdette a helytörténeti és a néprajzi pályázatokat, és körülbelül most már olyan 600-650 pályamunka gyűlt össze az iskola könyvtárában. Ezek fel vannak dolgozva név és cím szerint az utókor számára is, még két év hiányzik, a két utolsó év, és olyan sok-sok értékes helytörténeti munkával rendelkezik az iskola, amelyre én úgy gondolom, hogy büszke lehet erre a szép hagyományra, és nagyon boldogok vagyunk, hogy tovább folytatja. És szeretettel gratulálok nektek, kedves tanulók, a pályázatotokhoz. Ebben a tanévben, hiszen olyan, ahogy az előbb utaltam, ugye olyan témakör volt, ami hát most például a György István iskolában a katolikus hitnevelése ugye új dolog. A református iskolában már 20 éve, igen, 20 éve indul. De úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon ügyesek voltatok, nagyon szépen megközelítettétek a témát. Minden pályamunka megfelelt annak a követelménynek, amelyet kiírtak, úgy minőségileg, mint mennyiségileg. És az értékük hát terjedelmes, ugye 5 oldaltól egész 30 oldalig terjednek a pályázatok. Nem kis munka volt elolvasni, de én megmondom nektek nagyon őszintén, hogy nem csak ti, hanem mi is, akik bíráltuk. Sok időt ráfordítottunk, de nagyon sokat tanultunk mi is belőle. Mert olyan értékes dolgokat közöltök, amelyet nem is minden ember tud. Sajnos, amit még el kellene mondanom, hogy észrevettünk, és a jövőre vonatkozóan szeretnénk nektek
tanácsként elmondani, hogy nem szabad csak internetes forrásokat felhasználni, hiszen az ilyen pályázatoknak az a lényege, hogy a gyerekek kutatómunkát is végezzenek, beszélgessenek élő emberekkel arról a témáról, amiről szól, keressenek meg nagyszülőket, de ami az egyik legfontosabb, könyveket is használjanak. Hiszen a egyháztörténetnek van olyan szakirodalma, hála jó Istennek Karcagon, amit készhez kellett volna sok tanulónak venni, és de hát én ezt nem úgy mondom, hogy most megbíráljam benneteket, viszont azért mégiscsak el kell mondani, hogy dr. Fazekas Mihálynak a református egyház története, Elek Györgynek várostörténet 52 tételben, Kuruc János tanár úrnak, a római katolikus családok a karcagi reformátusok tengerében, dr. Orosz Pálnak a könyve, a karcagi lelki pásztor, Györfi István könyve, a nagykunsági krónikának. Egy jeles része foglalkozik a templom építéssel. Igaz, hogy régies a nyelve, de attól érdekesebb és értékesebb. És nem beszélve arról, gyerekek, hogy a karcagi kalendáriumnak majdnem minden év folyamában találhatók helytörténészek körülött szakcikket. Hát erre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ezeket a nagyon értékes munkákat majd ki lehet egészíteni a későbbiek folyamán, hiszen megvan nektek még az a példán, lehet tovább folytatni a kutatást ezeknek a dolgoknak a figyelembevételével, hogy nem csak internetet, hanem szakirodalmat is használunk, és ugye a tudományos munkának van egy technikája, mert már ez is egy kis tudományos kutatómunka, hogy a szakirodalmat a dolgozat végén pontosan, hogy honnan vettem, honnan emeltem ki, szerző, cím szerint, megjelenési évek szerint közölni kell. Hát ezt szerettem volna mondani, de attól függetlenül nagyon szép munkák vannak, láttátok ott a kiállításon, hiszen mindig tanulunk, és mindenből tanulni lehet. És köszönöm szépen! Köszönöm szépen, belemélyünk a sok-sok biztató szót, és ugyanakkor szívlejétek meg, amit elmondott, hiszen valóban a könyvekben sokkal értékesebb dolgok vannak leírva, mint amit az interneten lehet találni. Természetesen nem becsülöm alá az interneten található dolgokat, de azokat bizony meg kell szűrni. Most már nem marad más hátra, mint hogy megnézzük akkor, ismertessük veletek a pályázatoknak az eredményeit. Olyan sorrendben fogunk haladni, ahogy mi ide az értékeléskor felvezettük a neveket, tehát nem az eredmények sorrend, hanem véletlenül került ez a sorrend. A következő lesz a menete, én elmondom a nevet, a melyik iskolából került ide a pályázat, mi a pályázatnak a címe, ki a felkészítő tanár, és majd az a zsűri tag, akinél a az értékelés van, az ismerteti az értékelését, a bírálatát a pályázatnak, és a végén majd megmondjuk, hogy milyen minősítést, megmondom, hogy milyen minősítést írt rá a zsűri. Kövesi Zorka, Kun Alexandra, 7. B-osztályos tanulók, a Györfi István Katolikus Általános Iskolából. Pályázatuknak a címe: Katolikus és református épületek Karcagon. Felkészítő tanáruk Kovácsné Kun Eszter. Szép esztétikus dolgozat volt, gyönyörű a kivitelezése, és akkor elmondanám, hogy miről van benne szó. A bevezetőben a város vallási életéről ejtetek szó, és néhány képet is mellé tettetek, majd rátértek a Szent István katolikus templom bemutatására. Említést tesztek az első katolikus templom pontos helyéről, majd az új, mai napig álló templom újjáépítőjére és építtetőjére, valamint a stílusára, amit az építész használ. Ezt a templom belső bemutatása követ, amit szép képekkel láthatok. Megemlítettem a templom kertben álló feszületet, az államalapító szobrát, amit képeken is láthatunk, majd a parókia épületét is megcsodálhatjuk szintén képekben, színes képekben. Végül az Árpádházi Szent Erzsébet kápolnáról írtatok. Ezután átértek a református. Először a református fiú és leány iskola bemutatása következik,
ezek is színes képekkel, majd átértek a templomra, a templom belsőre, ezután a harangok, és végül a Barosúti imaház és a Kiskulcsosi templom fényképeit láthatjuk a dolgozatban. A dolgozatot felhasznál irodalomjegyzék is, szállja tehát írtatok hozzá irodalomjegyzéket is. Szép, esztétikus dolgozat, megfelelő szintű, úgyhogy ezt értékeltem. És akkor most lenkeréni, hogy milyen minősítést kapott a pályázat. Arany minősítést kapott. Pályázó Krész Gabriella, György István Katolikus Általános Iskola, a katolikus hitélet régen és most. Felkészítője Kovácsné Kun Eszter. Nagyon tanulságos pályamunka. Összefoglalja a katolikus vallás történetet, de internetes forrásból. Bemutatja az egyházi tisztségeket. Olvashatunk a katolikus egyház legfőbb pásztoráról, Ferenc pápáról is, neki az életútját és a munkásságát nagyon szépen, szimpatikusan mutatja be. Az egyháztörténet történelmi korokra lebontva, elemzi egészen a kezdetektől a rendszerváltás utáni időkig. Nagyon érdekes a török hódoltság, a Rákóczi szabadságharc és Mária Terézia korának vallás történeti bemutatása. A karcagi római katolikus hitéletről és az egyház közösség történetéről sajnos röviden mindössze csak egy fél oldalban ír a pályázó, és a pályázati felhívás ugye azért a helytörténeti vonatkozásokra vonatkozott. Ezen hiányosságok pótlásával, ez folytatva a kutatást, hozzátéve a helytörténeti adatokat, azzal a nagy résszel, amit ő szépen összefoglalt, egy remek vallástörténeti pályázatot tudhat majd magának a pályázó, és ajánlom, hogy folytassa ezt a munkát. A felhasznált irodalom sajnos itt sincs megjelölve, de egyértelmű, hogy internetes forrás, minősítése ezüst. Bernadett, 8. A-osztályos tanuló, György István Katolikus Általános Iskola, karcagi római katolikus templom építőmesterei, felkészítő tanára Kovácsné Kun Eszter. Azonban először a templom építéséről kapunk információt, a kezdetekről, majd rátér az orgona és a harangok bemutatására, amit színes képekkel illusztrál. Ezután Kássa József életútját mutatja be, felsorolja benne a fő épületeket, a szülővárosában vagy a gyomborműről láthatunk képet, amit az ipartestület alá helyeztek el. Végül a városra vonatkozó végletbeletével zárja a dolgozatot. A dolgozat megfelel a kiírásoknak, a címnek, és jól szerkesztett munka, a minősítések elég ezüst. Kovács Kira, 8. A-osztályos tanuló, György István Katolikus Általános Iskola. Jeles személyiségek a karcagi katolikus és református egyházközségben. Felkészítő pedagógusa Kovácsné Kun Eszter. A pályázat bemutatja a karcagi katolikus egyházközösségnek a rövid történetét. Az első katolikus templom a mai ipartestületi épület helyén állt, 1773-ban épült. A mai templom felépítése pedig Zsigrai János plébános úr nevéhez fűződik. Kássa József építész tervei alapján 1903. november 11-én avatták föl ezt a mai szép katolikus templomunkat. Leírja a pályázó a karcagon szolgálatot teljesítő plébánosok nevét, a szolgálati éveinek a számát, Illés Antal plébánostól, aki az első volt, ugye 1769-től,
egészen Gulyás Zsolt atyáig, bezárólag, és a hatodik, aki már hatodik éve látja el a plébánosi tevékenységet, és a tevékenységének én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok érdeme és értéke van. A jeles személyiségek nem mennek feledésbe. Így tehát bemutatja dr. Orosz Pál plébánost, aki sok pozitív tevékenységet hajtott végre városunk érdekében. Például hozzá az ő nevéhez fűződik az iskola, a déli külváros iskola, a kápolna építés, a beregfürdői templom, a papilakás, tanyos iskolák. Ezt követően következik majd a református nagy templom építése, annak a kérdéseit írja le, fontos adatokat közöl a református egyházról is. Sok szép színes fotó az épületekről, és aminek nagyon örültem, hogy a templomoknak a belsejéről is készített fotót, a pályázat, és ez nagyon emelte az értékét. Felhasznált irodalom itt is internet, minősítése arany. Következő pályázó Karácsonyi Nikolett, 7. B-osztályos tanuló, György István Katolikus Általános Iskola. Pályázatának címe a katolikus vallás története karcolat. Felkészítője Kovásné Kuneszter tanár. Ez a dolgozat igen tartalmas és igen hosszúra sikerült, és egy kicsit el is veszett a tanulókat ön a karcolatban, amit összepróbál gyűjtögetni. Végigolvastam többször is, és majd, hogyha felsorolom, hogy miről is van szó benne, akkor mindenki észrevesz, hogy bizony átfedések vannak benne, és egy kicsit a szerkesztéssel sokkal jobban kellett volna figyelni. Tehát a dolgozat a templom, először a templomon belül indul, a vallás megjelenésével, a városokban, a templom építésével, a vallási hovatartozásokkal is foglalkozott, milyen és mennyi számú egyház volt a városban, és az hogyan rendeződött el, valamint a templom építéséről is szó esik. Ebben a részben később ír Kása József tervező és építészről, az iparos képzésről, a tervező fő épületeiről és azok felsorolásával, valamint a végrendelet 9 pontját is értik. Aztán újra a templom kapcsán az első és a második világháború idejéről és az azt követő évekről szól. A templom működéséről esik szó a továbbiakban, megemlíti a papjait, kiemelten Orosz Pált, politikai befolyást a második világháború után, az ifjúsági mozgalmakról esik szó benne, a rendszerváltás időszakáról is egy néhány szó. Szélesebb körű működésről is jelzés szerint ír, a szeretetszolgálatról, a szentmisék és a hittanórák rendjéről is. Aztán valamint Orosz Pál életútját is újra visszatérve elemzi. Aztán képek következnek a katolikus templom belsejéről, említést tesz az új ablakokról, a templomkertben álló feszületről, aztán iskolánk fenntartójáról és részletes bemutatást tartalmaz, de egészen napjainkig és a munkájukkal együtt ezt földolgozza, majd ezután átér a református templom bemutatására. Először a református nagy templom történetével indít, 4. Béla királytól a város alapításán át Mária Teréziát és az új református templom építéséig, majd az épületek felsorolása, végül az ünnepek táblázatos felsorolása és az álló és mozgó ünnepek és más információt szárja a dolgozat. Tehát nagyon-nagyon sok anyagot dolgozott fel a tanuló, és sok időt fordított rá, ezért nagyon nagy dicséretet érdemel. Viszont a túl sok információt nem tudta megfelelőképpen szintekre helyezni, hiányzik belőle a rendszerezés, nehezen érthető és a többször visszatérő ismeretek miatt. Nem tesz említést, hogy honnan vette az információkat, tehát nem jelzi ezt minősítése. Következő pályázó tanuló Komáromi Lili, György István Katolikus Általános Iskola. Pályázatának címe Katolikus és Református Épületek Karcagon. Felkészítője Kovásné Kuneszter tanár.
Annyit kell mindjárt a legelején megemlíteni, hogy ebből a 10 dolgozatban, ami hozzám került, a Lilié volt az, ami kézzel írott dolgozat volt, ami kiemelten nagyon nagy előny volt és nagyon-nagyon szép dolgozatot írtál. Helyesírásilag és mindenféle szempontból teljesen jó volt. Nagyon szépen meg is szerkesztetted, és a dolgozatban egyedi írással és az egyedi képekkel visszatetted, ami szintén nagyon eredményes volt, szép és igényes munkát adtál le. A szerkezetével kapcsolatosan a katolikus templom építésével indítasz. Az első 1773-ban majd az újjáépítésről szerzünk információkat, és az újabb templom építéséről, ami 1901-ben épült fel, mellé pedig a parókia épületéről is írtál. Léptünk a templom kertbe, ahol a feszületet, a gattát és az oroszpán szobrát látjuk. Ezeket színes képeken is megnézhetjük a dolgozatban. Majd a katolikus leányiskolát ismerteted röviden, aztán áttérsz a kápolna és az ótemetői kápolna bemutatására. Ez az ótemetői kápolna nekem nagyon furcsának tűnt, ugyanis én láttam ezt az épületet, de nem tudtam, hogy ez micsoda, és nektek köszönhetem most már, hogy tudom, hogy ez tulajdonképpen mi is jelent, mert az, hogy hol van, az úgy megvan otthon a fejemben. A református templom következik ezután, aminek az építésének a kérdésében részt, ami 1773-ban indult el, a templom részletes bemutatására térsz ezután át, aztán a torony, a templom stílusa, az orgona, amit megemlítesz, és egy csomó, és új ismereteket is él ezzel kapcsolatban. Ezt követi az iskolák felsorolása, a fiú, majd a gimnázium értelmezése, leírása, végül a Barosúti kiskápolna és a kiskulcsosi templom zárja a sort. Jó lett volna, hogyha a végén egy nagyon rövid összegzést készítel, és nem hiányoznának belőle a források. Emiatt ez is a minősítés. Újfalvi Lili, 7. osztályos tanuló, a kiskulcsosi tagiskolából. Jeles személyiségek a karcagi katolikus és református egyházközségben. Felkészítője Kuny János névitoktató. Ez a rövid pályázat a karcagi származású Kerepár életútját mutatja be, aki a Pécsi Egyházmegye nyugalmazott plébánosa. Még ma is él, hál' Istennek. Életét és esperesi tevékenységét írja le. Mesélő stílusban bemutatja a nehéz családi körülmények közül indult fiatalt, azt hiszem 11-en voltak testvérek, de sokan meghaltak. Egyébként el kell mondanom azt, hogy a Kere család, ugye egy karcagi született római katolikus család, ahonnan két pap is származott, az egyik a Kerepál és a másik dr. Kere István, aki Házberényben volt plébános. De visszatérve a Kerepál életútjára, őt mutatja be, nagyon mesélő stílusban, szépen olvashatóan. A Pécsi Egyházmegye nagyon szerette és kitüntette őt, hiszen olyan sok mindent végzett ott Pécset ez a karcagi származású katolikus pap, a város érdekében, hogy különböző kitüntetéseket kapott, megemlítik itt a tüke kitüntetést, de nem beszélve arról, hogy milyen értékes volt, hogy az apátúr anyanyelvi szinten tudott német nyelven, és német nyelven is misézett, gondolom az ottani német származásúaknak, akik Pécset éltek. Tehát a város kitüntete, ami nagyon szép, hogy megtartotta a karcagon is a gyémánt miséjét. A gyémánt mise, az tudjátok, hogy az 50. évfordulója, ugye a papávatásának. Arról egy nagyon szép fotót közöl a templom belsejéről is, amikor ez a történt, ez a szép alkalom. Egy téves meghatározás van benne, hogy azt írja a pályázatba, hogy mozgó harangot
építettek be városunkban. Hát nem városunkban történt, ez nem ott került beépítve, hanem Pécset, és ez is a Kerepár apát úrnak a munkája révén. A felhasznált források internet és egy nagyon szép tévé felvétel, amit beletett a dolgozatába, gondolom az a tévé felvétel, amely a mise, ugye a apát úrnak a 50 éves miséje volt, nagyon szépre sikerült. Lehetett volna még kutatni részletesebben ebben a témában, tudnélik, nekem a kezembe akadt, és gondolom azért nagyon soknak megvan ez a könyv, amely úgy szól, hogy említettem már, hogy Kuruc János könyve, Katolikusok a reformátusok tengerében címe, nagyon-nagyon részletesen mutatja be a Kele családot, a származásukat, részletesen ír erről a plébános úrról, és részletesen ír még a másik Kele katolikus papról is. De attól függetlenül nagyon érdekes volt a dolgozat, hogy ezt most megemlítettem, hogy még lehetne bővíteni. Gratulálok én is, minősítése ezüst. Fülöp Gábor Dávid, 6. osztályos tanuló, Kiskulcsosi tagiskola. Pályázatának címe Katolikus és református épületek karcagon. Felkészítő tanára Mester Anikó. Egy nagyon szép kerek dolgozattal találkoztam, amikor ezt tettem a kezembe. Első ránézésre úgy rövidnek találtam, de aztán, amikor beleolvasgattam és átolvastam alaposan, akkor rájöttem, hogy nagyon sok minden benne van ebben a viszonylag rövidnek tűnő dolgozatban. Nagyon szisztematikusan, pontosan próbálta felépíteni az egész dolgozatát, annak ellenére, hogy tényleg nem túl sokat írt a tanuló, de ennek ellenére nagyon értékes. A dolgozatot a katolikus templom rövid történetével kezdi, ami és a református templomban folytatja, tehát egy-egy oldalnyi történet kapcsolódik ide. Ezután a Kiskulcsosi templomnak a két irány találkozunk szintén nagyon szépen belevágva a történetben, a Kálvária halomban és az Árpádházi Szent Erzsébet kápolnának a bemutatása következik. Tehát ennyiről szól maga a történet. Az épületek rövid tömör információkat tartalmaznak, színes képekkel, és ami nagyon furcsa volt számomra, mert ezzel én nem találkoztam, térkék mellékletek voltak benne, amiken be volt jelölve minden épület, hogy hol található. Időben telt, mire rájöttem, hogy a képeket, vagy a térképeket hogyan kell használni, de megoldottam én is. És a dolgozat a források felismerésével, felsorolásával zárul, amiben még könyvet is találtam, és ezt külön értékeltem. Egyedi, jól szerkesztett, tömör dolgozat, ez is minősítés. Márki Barbara Réka a következő pályázó tanuló, 7. osztályos a Kiskulcsosi tagiskolában. Katolikus és református épületek karcagon pályázatának a címe, felkészítő tanára Mester Anikó. Ezzel írott pályamunkával találkoztam, ami ritkaság, de azért értékelendő, ugye, mert ugye az, aki kézzel írja, azért szerintem sokkal többet is tanul esetleg belőle, miután megszenvedi azokat az oldalakat. És viszont az volt mégis a véleményem, hogy írhatta volna úgy, hogy egy kicsit jobban olvasható legyen, tehát nehezebben olvasható volt, de dicséretes, hogy mégis, hogy kézzel írtad. Ismerteted a katolikus templom építését a kezdetektől, képekkel illusztrálva, majd külön érdem, hogy a Vasút utcai Szent Erzsébet kápolnál is olyan részletesen is ír, hogy mikor van ott búcsú, például ezt se sokan tudják, hogy Erzsébet akkor szeptember 18-án este 5 óra, vagy 19-én, novemberben van ugye a híres Erzsébet napon, minden évben egyszer van ott mise. A református templomról és a gimnáziumról is közöl fontos adatokat. Nagyon dicséretes és nagyon tetszett nekem aztán a végén pedig az,
hogy a kiskulcsosi református kis templomot részletesen bemutatja, és úgy mutatja be, hogy elment és személyesen beszélgetett a gondnokkal, a nénivel és a férjével. Megkérdezte tőle, hogy miért kell templomba járni, miért kell vallásosnak lenni. Ők néhány mondatot szóltak erről, hogy azért, hogy a Bibliát jobban megismerd, azért, hogy az életed jobb legyen, hogy tudjál kiben reménykedni, érezni, hogy személyesen is sokat dolgozott a témán, a kivitelezése viszont lehetne igényesebb. És felhasznált irodalom, internet, és itt egy könyvvel is találkoztunk, a dr. Fazekas Mihály bácsinak a könyvével. És a minősítése ezüst. Egy ifjú pályázó a következő, Seletye Mirjam, a kiskulcsosi tagiskolából, 5. osztályos, a karcagi baptista gyülekezet történetét írta le, illetve életét napjaiban. Felkészítő tanára kiszelelkedik. Hát Mirjam, nagyon szép neved van, utána néztem, hogy mit is jelent Mária, héberül. Ritka szép név, nekem nagyon tetszik, ugyanúgy a pályázatod is. A pályázat egy hiánypótló munka. 131 éve működik Karcagon baptista gyülekezet, de a város lakói mégis keveset tudnak róla. Történelmi áttekintéssel mutatja be a gyülekezet kialakulását a kezdettől fogva és a lényegét. Baptista azt jelenti bemerítve keresztelő, görög nyelvből. Érdekes, hogy részletesen leírja a karcagi gyülekezetről, hogy 1884-ben indult el városunkban 18 taggal és odaadó szervezési munkával az évek során szaporodott ugye a hívők száma. Tetszett, ahogy leírja, hogy a két karcagi férfi utazik a vonaton és találkoznak egy harmadikkal, aki jön Erdélyből és beszélgetnek erről a baptista vallásról. Majd ez a úr megjelenik itt Karcagon, és elkezdik szervezni 1884-ben a baptista gyülekezetet. 1905-ben ismerte el csak az állam a baptista vallást. Addig üldöztetésben volt részük. Jelenleg Pesti Csaba 2000 óta a gyülekezet lelki pásztora, és nagyon szép fotókat tett a pályázatába. Ezekkel a fotókkal illusztrálta a gyülekezetnek az ünnepeit. A gyerekrendezvényektől kezdve felnőtt rendezvények, a különböző ünnepek, táborok, stb. És ami emelte a színvonalát, és nagyon érdekesnek találtam, hogy Móricz Zsigmond írótól közöl egy korabeli cikket 1928-ban, aki ellátogatott Karcagra, tudnélik itt volt Beregfürdő Móricz Zsigmondnak egy barátja, Kis Mihály úr, egy orvos, gondolom olyan alkalom volt, de Kisújszállással is ugye kapcsolatban volt. De hát ellátogatott ide a gyülekezetbe, és egy másfél oldalas cikkben ír, amely a Pesti Naplóban jelent meg, a karcagi gyülekezetről, a karcagi gyülekezet történetéről. Ezt eredeti, illetve hát másolva közdi ezt a cikket. Az író, ugye a híres író, Móricz Zsigmond, nagyon szépen leírja és ismerteti azokat az örömteli lelki együttléteket, amelyek a baptista gyülekezetben voltak akkor, már akkor is, és hát gondolom, hogy jelenleg is. Mivel ezt a kevésbé ismert témát választottad, meg egyébként is tartalmas, minősítése arany. Buteles Mária, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola. Pályázatának címe Magyar Imre Lajos tanító úr az utókor emlékezetében. Felkészítő pedagógusa Takásné Csikós Anikó. Tehát a Magyar Imre tanító úrról a borítón egy nagyon szép
korabeli fényképet láthatunk. Egy református tanító úr volt, a népes tanítványaival megszámoltam, hát körülbelül 40 gyerek ülik körül a tanítóra. A református elemi iskola alapítója volt ez a tanár úr, és illetve tanító úr, énekart is vezetett, anyanyelvet tanított, és hát egy nagyon szimpatikus pedagógus életpályát olvashatunk ebben a pályázatban. Dicséretes, ahogy a tanuló például a nagyszüleiről ír. Hogyan is indult elő ezen a témán? Hát úgy, hogy beszélgetett a nagymamájával, meg a nagypapájával, akiket ő nagyon szeret, és a nagyszülők mondták neki, hogy kislányom, hát ezzel foglalkozzál ennek a pályázat kapcsán, mert ők is ismerték, még abból az időből, amikor Karcagon élt ez a tanító úr, kapcsolatban voltak vele, és a családjával is. És a tanító úr olyan sokoldalú munkát végzett, hogy hát úgy gondolom, hogy az iskolába, a református iskolába még mai napig, sőt mostanában nagyon ápolják az emlékét. A pályázó nem sajnálta a fáradtságot. Nagyon sok kutató munkát végzett. Fölkereste a Karcagon élő unokáját. Vele beszélgetett. Majd megtudta a budapesti unokájának a címét, akit úgy szintén elutazott hozzá és felkereste, és sok-sok emléket őriztek az unokák a nagypapáról, a családról és a tanító úrnak a munkásságáról. Ahogy a forrásokat összegyűjtötte, számtalan fényképpel, dokumentumokkal tért haza, és ezeket az értékes fényképeket, dokumentumokat, a tanító úr életével kapcsolatos dolgokat az iskolának ajándékozta. Így ír a pályázatban, Magyar Lajos hű szolgaként élt, gyermekeket tanított, minden szépnek és jónak az ismeretére, tudományokra, szeretetre. Az igazi pedagógus 91 évet élt, Debrecenben halt meg, és a tanuló arra is kitér, hogy hogyan ápolják az emlékét az iskolában. Emléktábla őrzi a nevét, helyesírási versenyt rendeznek két évente, róla elnevezve, és a tanulók gondozzák a sírját. Hát ez egy nagyon szép, dicséretes dolog. A pályázat, én úgy foglalkoztam meg, hogy egy nagyon szép emberi munka. Szép érzéseket fejez ki, és a végén egy nagyon értékes fotóalbum zárja. A forrás még ma élő emberekkel való beszélgetés, közöttük az igazgatóasszonnyal, a tanárokkal, és hát nem különben a felkészítő tanárnővel. A minősítése kiemelt arany. Kiemelt arany minősítés legyen szíves által. És engedtessék meg, hogy említése került az értékelésben, hogy a nagyszülőktől sokat tanult a téma kapcsán, sokat beszélgetett, és engedtessék meg, hogy szeretettel köszöntsük Gyökeres nagymamát, aki megtisztelte jelenlétével a díjátadást. Köszönjük! És... Anita, Karcagi Nagykör Református Általános Iskola. Református épületek Karcagon, felkészítő tanára, Takásné Csikós Anikó. Rózsa Anitától egy nagyon alapos és részletes, mindenre kiterjedő munkát olvashatunk. Bevezetésként a reformáció elterjedését írja le, és annak jeles személyiségeit. Képekkel is illusztrálja. A Bibliát, mint a kor legnagyobb szellemi teljesítményét mutatja be. De olvashatunk a karcagi lakosság keresztényi vallásáról is, hiszen bizonyára tudjátok, hogy ahogy a kunok betelepültek, azért ők egy másféle életmódot folytattak, és több száz év kellett ahhoz,
amíg ugye a keresztény vallást igazán fölvették. Ezt is leírja a pályázó. Nagyon alapos munka a református templom építésének a története, amely borzasztó nagy szervező munkát igényelt, és a lakosság támogatását. És ugye, mert akkor volt a redemció is, tehát a lakosság azért megváltotta a földet, és Mária Terézia idején ugye építették a templomot. Mária Terézia katolikus volt, nem nagyon támogatta a református templom építését, viszont Varró notárius úr olyan több évre szóló intézkedéseket végzett Budapesten és Bécsben, ugye a császári udvarnál, hogy mégiscsak sikerült ezt a szép református templomot felépíteni. A legújabb kiskulcsosi református templomról is ír, a 2005 évi felépítéséről, a felavatási ünnepét bemutatja fotókban, cikkekben, és a református oktatásról is, annak a kialakulásáról, az épületéről, az ott folyó munkáról szakszerű bemutatást ad. Megindokolja azt is, hogy miért választotta ezt a témát. Megköszöni a lehetőséget, hogy megírhatta ezt a szép pályázatot, és öt könyvet használt föl, öt forrásmunkát, öt értékes forrásmunkát, internetet is felhasznált, nagy terjedelmű dolgozat, sok munka van benne, nagyon alapos, mindenre kiterjedő, minősítése kérdése. Ugyancsak a Karcsi Református Általános Iskolának a 7. osztályos tanulója. Egyházi élet Karcagon a nőszövetség egymás terhét hordozzák, és úgy töltsétek, hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez pályázatának a címe, felkészítő tanára Takásné Csikós Anikó. Egy gondosan megszerkesztett, alaposan végiggondolt és minden elvárásoknak megfelelő dolgozat volt. A szerkezeti felépítése szerint, hogy úgy, mint a jó fogalmazáson, ugye van egy bevezetése, van egy tárgyalása és egy feljegyzés, egy zárzott része a dolgozatnak, és mindegyiket nagyon tudatosan és pontosan írja. A bevezetésben megtudjuk azt, hogy miről fog írni a tanuló részletesen, azaz a nőszövetségről. Megismerkedünk a nőszövetség történetével, ami 1943-ban kezdődött, és még a mai napig is találkoznak a főtagok ezeken a meghatározott napokon. Azt is megtudjuk belőle, hogy mivel töltik az idejüket. Általában tésztát csinálnak, pontosan mondva csigatésztát csinálnak, csoportosan, együttesen, és a leírtak alapján kiderül, hogy már többen, mint 100-an dolgoznak meghatározott napokon. Általában idős, nyugdíjas emberek a tagjai, akik közül jó néhányat szerintem mindnyájan ismerünk, és én is meglepődve találkoztam, hogy dr. Sánta Józsefné, Katika néni az vezetőjük, és ott van a felsorolt nevek között Papnén, Marika néni is, akivel beszélgetést is csinált a tanuló. Tehát annyira hétköznapi és annyira emberközeli maga ez az egész téma, és annyira jól sikerült ezt szerintem megélni és megfogni ennek a lényegét. A céljaikat is megfogalmazza, nagyon szép célokat állít, az emberbaráti szeretetnek a gyakorlása, aztán a segítségnyújtás határon innen és határon túl. Különös említés van, hogy akár Erdélybe, akár pedig az ukrajnai területekre ugye segítséget nyújtanak, a rászorulókat támogatják itt a Magyarországon belül is, akinek szüksége van rá, valamint az összetartozást is próbálják erősíteni. Nagyon fontos része ennek a dolgozatnak az egyéni beszélgetés. Ugye két emberrel beszélget,
illetve hárommal, mert ugye a Kosszi Bornival is van néhány gondolatos szóváltás, beszélgetés, tehát ővelük is elmegyen ezekre a találkozókra, részt vesz egy ilyen találkozón, és akkor amit ő ott lát, amit ott tapasztal, amit ott beszélget, ez megfogalmazódik a dolgozatában. Mindent átél, és minden tapasztalatát megírja, tehát megfogalmazza, és tulajdonképpen ez ennek a dolgozatnak a lényegét és az értelmét. Végül az összegzés. Itt választ kapunk arra, hogy miért is jó ebben a nőszövetségben járni, ezt összefoglalja és leírja. Az értékelést a látottak és a tapasztalatok alapján készíti el a tanuló. Látványos, önállóan készített, színes mellékletekkel, fotókkal zárul, ami szintén igazolja a leírtakat. Nagyon sok színes fényképet találunk a dolgozat végén. A minősítések kiemelt alatt. Így is szép eredménnyel és ismételten jövőre mindenkit várunk dolgozatával. Kedves tanulókat, szülőket, és elnézést kérek, de fogadórán van, és ott is várnak. Köszönöm szépen mindenkit. Béres Anna ugyancsak a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolának a 6. osztályos tanulója. A pályázatának a címe Papp Béla Máté lelkész életútja. Felkészítője Takácsné Csikós Anikó. Ez a dolgozat is egy nagyon szépen megszerkesztett és nagyon jól összefoglalt dolgozat volt. Gondosan meg van írva tartalomjegyzékkel, kezdődik, amiben felsorolja a tanuló, hogy milyen részekkel fogunk megismerkedni, és felhívja a figyelmet a megfelelő témára. Először is a Papp Béla életét és munkásságáról hallunk. Főleg ilyen címszavakban, hogy Szeretett Szövetségben, a Váci gyülekezet lelkipásztora, a Karcagi gyülekezetben végzett munkától is megtudunk mindent, amit fontosnak ítél. Szó esik a Berekfürdő nélkülő templomról és a Karcag pusztán készülő imaházról. Megtudjuk, hogy a Barosúti iskolából hogyan lett imaház az ő segítségével, ugyanis ő a saját részéről lemondott erről a épületről, hogy itt imaházat építsenek. Hogy alakítsanak ki. Majd irodalmi munkásságáról is, prédikációk, tanulmányok és újságcikkek jelennek meg a tollából, ezeket is felsorolja és megemlíti. Főművéről is ír, itt leginkább a Karcagon megjelent Ige és Ember című művére hívná fel a figyelmet. Példakép volt ez a lelkész, és ezt is megfogalmazza, hogy miért volt példakép, és azt hiszem, hogy ezt sokan el is fogadhatjuk, és magunkénak is tehetjük. Jól tanult, és jól is dolgozott. Segített a rászorulóknak. Kiemelkedőt alkotott az életében, erős hite és akarata volt. Ezzel foglalja össze, hogy miért lehetett egy ember példakép abban az időben. A dolgozat lezárásaként idézeteket gyűjtött össze a gondolataiból. Befejezésül irodalmi jegyzéket találunk, amiben könyvek is vannak felsorolva, és színes képű mellékletek, fotók is illusztrálják a minősítésekkel. Jenei Nóra, Giba Adrien a következő pályázatnak az alkotója, 7. osztályos tanuló a Győrf István Katolikus Általános Iskolából. Pályázatoknak a címe Római Katolikus Egyház. Felkészítőjük Kovácsné Kuneszter. Ennek a pályázatnak a borítóján egy nagyon szép felvétel van a Karcagi Római Katolikus templomban. Maga a pályázat nagy terjedelmű, 22 oldal. Szinte tudományos értekezés, nagyon sokat lehet belőle tanulni azoknak, akik szeretnének többet tudni az egyház történetéről. Leírják a katolikus egyház történetét Jézustól, a 12 apostolig. A
A katolikus egyház a dolgozat szerint ez ennek nagyon érdekes adat volt, 2287 részegyházra osztódik. Sok érdekes adatot közölnek. Mi a küldetése az egyháznak? Jézus örömhírének, az evangéliumnak a hirdetése, a szentségek kiszolgálása és a fele baráti szeretet gyakorlása. A hit forrása pedig a szentírás. A probléma az volt a pályázatban, hogy helyi vonatkozás szinte nincs is benne sajnos. Tehát ezzel pótolni kell. És jó lett volna, hogyha ugye több saját gondolatot írtok le, karcagi vonatkozású dolgokat, és ezt lehet majd pótolni, és a forrást is meg kell jelölni, valószínűleg internetről van, hogyha kiegészítetek a karcagi vonatkozással, akkor nagyon értékes lesz. De mivel sok-sok olyan adatot tartalmaz, ami éppen erre az iskolára vonatkozó, és nem sok mindent tudnak róla, még a gyerekek sem, meg a szülők sem, ezért a minősítése ez is. Simon Máté a következő pályázó tanuló a György István Katolikus Általános Iskolából. Pályázatának a címe Katolikus épületek karcagon. Az én tanítványom. Szép, lényegre törő dolgozat, szép régies betűtípussal íródott, kifejezetten jó a szemnek ránézni. Jól szerkesztett és fekete-fehér képekkel van illusztrálva is. Először a Szent István Katolikus templom képe nyitja meg a dolgozatot, majd a jelenből a múlt felé visszafelé haladunk. Megemlíti a harangokat, majd az Árpádházi Szent Erzsébetről elnevezett kápolnáról is ír a tanuló. Végül a plébánosok táblázatban rendezett időrendi felsorolással zárja le a fogalmazást, ami 1769-től napjaikig. Kár, hogy nem tartalmaz irodalomjegyzéket és összegzést. Simon Csilla, katolik osztályos tanuló a következő pályázó, György István Katolikus Általános Iskola. Csilla pályázatának a címe Katolikus és református épületek karcagon. Ő is az én tanítványom. A Csilla pályázata nagyon röviden mutatja be a egyházi épületeket, fekete-fehér kinyomtatásban, hát lehetett volna egy kicsit bővebb, sok mindent ismertetsz, az Árpádházi Szent Erzsébet kápolna építését például úgy jelölöd meg, hogy a 20. században épült, hát ezt is ugye pontosan meg kell nézni, hogy mikor épült, de különböző adatokat is ugye közölsz róla. A Szent István templomról, és az egyház közösségnek az alapítványáról is ugye írsz, illetve hát bemutatod, kinyomtattad úgy gondolom, hogy internetes forrást használtál főleg, a református templomokról is írsz, de sajnos nagyon rövid a pályázat, és bővebben kellett volna írni, legalább egyről, a római katolikus templomról. A forrás megjelölése nincsen, ezt is majd tanuld meg, hogy honnan vetted, és legközelebb azért egy kicsit bővebben, de a minősítése bronz. Kun László, katolik osztályos tanuló, a György István Katolikus Általános Iskolából. A katolikus és református egyház karcagon a pályázatának a címe, és Laci is az én tanítványom. Szakszerűen szerkesztett pályázattal találkoztunk. Nagyon őszinte és bevezető, amit írsz a családról és a téma választásáról. Őszintén leírod, hogy te tulajdonképpen, ugye, hogy most lett az iskolánk katolikus iskola, és te úgy érezted, hogy ide jársz, és kötelességed az, hogy megkeresztelkedj, és nem csak magadat, hanem a család többi tagjait, akik még nem voltak megkeresztelve, sőt, még az unokatestvéreket is.
Tehát így őszintén leírod. Összefoglalást írsz a karcagi katolikus vallásról. Részletesen leírod a pályázatban a reformáció kialakulásának a körülményeit is, ugye, mert azért hát Karcagon mégiscsak a református egyháznak a tagjai vannak többen, és ugye ez volt a inkább évszázadokon keresztül a meghatározó vallás. Tudjuk azt, hogy ugye nem is olyan szívesen fogadták be a katolikusokat, amikor Mária Terézia ideig letelepítették, mert őtőlük is áldozatot kívánt ez a dolog. De milyen jó, hogy betelepültek ide a katolikusok is, hogy van egy ilyen vallás is, vannak szép követői, és nagyon szép templomunk is van. A templom építés történetét nagyon szakszerűen leírod, és a harangokat is, a harangok méretét, a harangok minőségét. Mindig eszembe jut, amikor a rádióba hallom délbe, hogy három harang szól, az ki készítette a harangot, stb. És ezeket ugyanúgy meghatározott. Egyedül te írsz a katolikus leányiskoláról, az ott tanító apácáknak a munkájáról. Tudjuk azt, hogy a volt Zádor iskolában, a mai Marista iskola, az 1930-as években ugye apácák tanítottak, öt apáca, tehát lányokat neveltek jó pár évig, hát ez egy különleges történet. Részletesen foglalkozol aztán később, nagyon részletesen a református templom felépítésével, annak történetével. Olvashatjuk azt is a pályázatban, hogy Lipót császár intézkedése mennyire befolyásolta a karcagiak sorsát. A templomépítés elintézésében Bécsben a teknős béka majdnem olyan híres lett, mint manapság a birka pörkölt, ugye? Mert a 130 teknős békával mentek intézni a templomépítés ügyét, meg még egy kis debreceni mézes kalács, meg még lehet egy kis arany is, és elintézzük meg a dolgok. A vallásos iskolák fejezetben pedig részletesen ész a református oktatáson. Na most, a jelenlegi katolikus iskola bemutatásán azt mondod, hogy hát nem létrejött katolikus iskola, de azért részletesebben írhatál volna, mert van miről írni a Győr István iskoláról is, attól függetlenül, hogy most lett katolikus iskola, van egy nagyon szép múltja ennek az iskolának, és hát majd legközelebb ezt is majd egész is ki vagy vett figyelembe. Két híres lelkipásztor, Pap Béla és Orosz Pál életútját bemutatod, példaértékűnek írod az életüket, munkásságukat. A képalbum nagyon szép fotókat közölsz, felhasználtál irodalmat, könyveket, internetet, újságcikkeket, hát tényleg nagyon sok oldalú, nagyon sokat dolgoztál, és a minősítése kiemelkedő. Következő pályázó tanuló Kis Milán, Györfi István Katolikus Általános Iskola, pályázatának a címe Katolikus és Református Épületek Karcagon. Milán az én tanulmányom. A dolgozat itt is bevezetéssel indul, majd a katolikus templom történetével folytatódik. Itt az orgonok történetét is részletesen leírja, ezekről is minden információt megkapunk. Majd általános ismertetővel folytatódik. Először a templom belsőt láthatjuk fekete-fehér képen, majd az építéséről és az első-második világháború utáni helyzetről is kapunk egy általános képet. Fódei Orosz Pálról is. Majd a vallás történetét is olvashatunk róla, mégpedig visszafelé érdekes feldolgozásban 1989-től visszafelé haladunk 1769-ig. Majd táblázatban és időrendben a plébánosok nevei következnek egészen napjainkig. Ezután a református épületek következnek. Először a református templom történetével foglalkozik, benne a város történetét is megfogalmazza röviden, tehát ez így együtt kombinálva jelenik meg. Így az új templom építése, ami 1738-tól 1797-ig tart, a templom belső és különös különös hangsúlyt kap nála a szószék megjelentése, sőt utal is arra, hogy ez a szószék a karcagiak kicsit hasonlít a debreceni szószékhez. A harangok és az adományozók nevei is fel vannak tüntetve a dolgozatban.
Végül a kiskulcsosi kis templom építésével zárja a sort, és a lelki pásztorok felsorolásával, de ott csak a fontosabbak kerültek be a táblázatba. A dolgozat összegzése és irodalom jegyzékkel zárul. A minősítése ez is. A 20. pályázatunknak az értékeléséhez érkeztünk el, amelynek a készítője Nagyfejő Flórián, 6. osztályos tanuló, a György István Katolikus Általános Iskolából. Az én tanítványom, ő is, és a karcagi katolikusoknak a történetét dolgozta fel. A fogalmazás a város lakóinak bemutatásával indul, vagy a pályázat a kezdetekkel folytatódik. Benne találjuk a kúhalmok építését és a kápolnás dolgot kiemelve. Majd a karcagi határ településeit és a hajdani épületeket is, például a kápolnákat is felsorolja. A reformátusokról is szól. A 16. századtól indul egy egyháztörténettel együtt, akkor is megismerhetjük. A katolikus templom előzménye, a katolikusok betelepedése a városba, majd a templomok építéséről is olvashatunk. Az első templom 1897-ben történő lebontásáig és az új épület építésével kapcsolatosan is megemlíti a legfontosabb gondolatokat. Említést tettünk az ültemetői Szendrei család mauzóleumáról, ami kápolnára emlékeztet. Az építményről a dolgozatban pontos leírást kapunk, ami a 18. század végéig tulajdonképpen létezett. Majd a Kálvária domb bemutatása következik röviden, végül a déli külvárosi Szent Erzsébet kápolnát és a tanítói ismerhetjük meg. Vele zárul a pályázat. A dolgozatról lemaradt az összegzés, ez irodalom jegyzék, amiért nagyon kár, de a dolgozat nagyon értékes, így is aranyú. Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves pedagógusok, végére értünk a pályázatok értékelésének. Én nagy tisztelettel szeretném megköszönni a felkészítő pedagógusoknak a munkáját, de természetesen tudjuk, hogy a háttérben ott vannak a szülők, mint ahogyan hallottuk a nagyszülők is, ezt is nagy tisztelettel szeretném megköszönni. Kérem szépen a felkészítő pedagógusokat emlékül vegyék át iskolánktól egy emléklapot, illetve egy kis emblémát, amely a Györfi helytörténeti pályázat emlékére készül. Kun Jánosné Icuka hitoktatót kérném szépen, és köszönjük szépen a munkáját, és reméljük, hogy most már ők is bekapcsolódnak, a hitoktatók is bekapcsolódnak a helytörténeti pályázatoknak a munkáját. Takásné Csikós Anikó, aki már évek óta küldi a pályázatot, és Kovácsné Kuneszter kolléganőm, aki most kapcsolódott be a helytörténeti pályázatok történetébe. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Mester Anikó, aki már ugyancsak visszajáró a helytörténeti pályázatunkra. Köszönöm szépen Anikónak is a munkáját. És szeretném megköszönni Kiszelák Editnek a munkáját is, aki nincsen. Akkor amikor kérlek szépen, hogy vidd el neki, légy szíves. És tolmácsolunk köszönetünket. Köszönjük szépen. És kedves vendégeink, kedves gyerekek, engedjétek meg, hogy megköszönjem Kovács Miklósné Julika igazgatóasszony felkészítő munkáját és a pályázatot összefogó, hatalmas, előkészítő, lebonyolító munkálatokat. 5 tanuló készített fel sikeresen, közöttük kiemelt aranyt is szerepelt a versenyzőt. Úgyhogy köszönjük szépen a munkát.
és én nagy szeretettel és tisztelettel szeretném megköszönni a zsűrinek a munkáját, hiszen úgy gondolom, hogy bár elhúzódott egy kicsit az idő, de nagyon értékes értékeléseket hallottunk, amelyből én magam is, és úgy gondolom, hogy az itt jelenlévők is nagyon sokat tanultak, hiszen úgy gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy talán egy kicsit az egyháztörténeti, vallástörténeti ismereteink hiányosak, de elindultunk azon az úton, hogy ezt pótolni tudjuk. Én köszönöm szépen Lenkének az értékes munkáját, és számítunk rá a következőkben is. És akkor kedves Verani, én neked is szeretném megköszönni az évtizedek óta tartó munkádat, és számítunk rá a elkövetkezendő köszönöm szépen. Szépen. Ellenére, hogy még hétfőn arról beszélgettünk, hogy nem biztos, hogy el tud jönni, de úgy látszik, hogy a jó Isten is segítette és meggyógyította, igen, és itt lehetett, igen, a mai délutánon velünk. Köszönöm, igen, szépen. Egy mondatot szeretnék én mondani, hogy nagyon nagy szeretettel és büszkeséggel és boldogan jöttem ide, és gratulálok az igazgatóasszonynak ehhez a szép munkához, hogy meghirdette az iskola. Minden évben meghirdeti a helytörténeti pályázatokat. Nagyon sokor örömet okoz a gyerekeknek, sikerélményt okoz a felkészítő tanároknak, az iskolának büszkeség, hogy ezekkel a szép pályázatokkal gazdagítottátok, a gyűjteményt úgy szintén, hogy gazdagítottátok, és ebbe a kiadványba majd ezek az új pályázatok is benne szerepelnek, és megmaradnak az utókorra, sőt úgy tudom, hogy még digitalizálva is vannak a helytörténeti pályázatok. Én gratulálok a felkészítő tanároknak, köszönjük a munkáját, a Lenkével együtt dolgoztunk rajta, de örömmel, és további szép sikereket kívánok a gyerekeknek, mindenkinek jó egészséget, és sok-sok pályázatot még a jövőben is. Köszönöm, köszönjük szépen! Én mindenkinek megköszönöm a részvételét a mai délutánon, köszönöm a médiának a részvételét, köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a megjelenését, és viszontlátásra mindenkinek, szép délután! Köszönöm. 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 Köszönöm.